Idén nem panaszkodhatunk arra, hogy nincs lehetőségünk rövidebb kirándulásokra. Egymás után két hosszú hétvégében volt részünk, amikor betervezhettünk egy-egy párnapos utazást. Mi november 1-e és 4-e között ruccantunk ki egy kis családi pihenésre. Országgyöngye Aranya, legszebb megye Baranya, vallják sokan, de az ott élők biztosan. Dél-baranyai családi programunk nem csak a táj, a természet adta csodák megismerésétől vált különlegessé, felejthetetlenné, hanem az együtt töltött óráktól is. Szerencsénk is volt. Indulásunk előtt egy hétig esett az eső, hideg volt, de november 1-én kisütött a nap, és mi elindultunk, hogy részesei lehessünk a késő ősz mediterrán hangulatot árasztó megye kínálta látnivalóknak. Nem túl korai indulás után északkeleti irányból közelítettük meg Baranyát. Első megállónk a Mecseknádas mellett elhelyezkedő Schlossberg, vagyis Várhegy, és a tetején lévő 14. században épült háromhajós templom romjai. A törökök ennek a templomnak az átépítésével alakították ki a várukat. A főhajót és a mellékhajót elválasztó pillérek vonalában emelt fallal három szakaszra osztották. A törökök kiűzése után a romos falak még sokáig álltak, feltárásukat 1973 és 80 között végezték el. Jelenleg a gótikus templom maradványai láthatóak a törökkori átépítések nyomaival. A templomrom melletti Schlossbergi kilátó Mecseknádas leglátogatottabb része, közkedvelt kirándulási célpont a családosok és az iskolák körében is. A tanösvényen az erdő virágaival kapcsolatos ismereteiket mélyíthetik el a gyerekek, katonásdit vagy várkisasszonyost játszhatnak a 14. századi romok tövében. A kilátóból egészen Tolnáig és az Óbányai völgyig nyílik kilátás. Az őszi táj csodái után rövid autókázással jutottunk el Mecseknádasd másik nevezetességéhez. Egy dombtetőn találtuk meg a község első plébánia templomát, a Szent István kápolnát és a hozzá tartozó temetőt. A napjainkban is látható kápolna a 13. században egy kora árpádkori kis templom alapjaira épült. A román és gótikus jegyeket egyaránt tartalmazó templom belsejét Zsigmond-kori falfestmények maradványai díszítik, melyek szentek életét ábrázolják. A Zengő erdeiben megbúvó falvacska Zengővárkony volt a következő úti célunk. Utazásunk legnagyszerűbb élményét köszönhetjük ennek a kis településnek. Hazánk egyetlen, de világszerte is ritkaságszámba menő tojás kiállítása található itt, mely egy német magángyűjtőnek köszönhetően látható. A vitrinekben 2100 fantasztikus tojás látható, kicsi, még kisebb és strusz tojás méretű, tojás tojásból, fából, kőből, üvegből, viasszal írókázva, mini patkókkal kiverve, horgolva, és hát természetesen festve a legkülönfélébb technikával. Fantasztikus látvány, az ember szinte nem hisz a szemének, mit lehet egy tojásból kihozni. Négyházzal feljebb újabb csodákra bukkantunk, amikor ellátogattunk a Szalma kincstárba. A műemlék jellegű házban megrendezett kiállítás bemutatja a szalmából készíthető tárgyak sokféleségét, és bemutatja a különböző technikákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat is. A kiállításon látható közel 400 szalmából készült tárgy a világ 15 országából származik. A városi ember el sem tudja képzelni, mi mindent lehetett és lehetne szalmából készíteni. A szalmafonások, a rafináltan összefűzött apró szálacskák csodás mintákat adnak, és hihetetlen, kifogyhatatlan sorát mutatják a világ egymástól messze élő népeinek fantáziájából.
Mielőtt tovább indultunk volna, még ellátogattunk a zengővárkonyi temetőbe is, hogy megkeressük Rockenbauer Pál, a Másfél millió lépés Magyarországon című honismereti tévéfilmsorozat készítőjének síremlékét, aki végső akarata szerint nyugszik a temető melletti szelíd gesztenyés erdőben. Innen tovább haladva jutottunk el a mediterrán kisvárosba, a Zengővár magaslata alatt lévő Pécsváradra. A településre beérve rögtön megpillantottuk a mecsek oldalában épült egykori apátságot, amit Cseményi Imre apát építetett szabálytalan alaprajzú, külső tornyos erősségé. Végleges formáját a kölni érseknek Zinzendorf Konrádnak köszönheti, aki 1729-ben állítatta helyre. A vár október 31-ével bezárt, így csak kívülről jártuk körbe a falakat. A vár közelében található római katolikus templomot, mely barokk stílusban épült, szintén csak kívülről tudtuk megcsodálni. A Nagyboldogasszony templomhoz a Vár utca felől vezet az 1850-ben készült színes mozaik képes kálvária. Krisztus keresztjét a felirat szerint emelte a tisztes Molnár ipar. Tovább, hogy eljussunk első napi barangolásunk utolsó helyszínére, Cserkútra. A mecsek alján lévő több évszázados múltú falu igazi, nevezetes látnivalója a 13. századi fazsindejes katolikus templom. Az egyhajós, dongaboltozatú templom végében félköríves szentély áll. Déli oldalán volt az eredeti bejárata, és fölötte freskók voltak hajdanán. Az északi falakat is freskók díszítették. A valaha szépséges képek azonban az elmúlt 7 évszázad során megrongálódtak, kevés látható ma már belőlük. Cserkúton még nem gondoltuk, hogy aznapi utazásunk legnehezebb része még hátra van. Pécsről indultunk szálláshelyünk felé Abaligetre. Amikor a 100 kanyaros, autós hegyi versenypályán eljutottunk az Orfűi elágazóig, autóink fújtattak, a tekergetésben pedig kifáradtak a sofőrök karjai. Szerencsére már csak 2 kanyar volt hátra, aztán kiszélesült a völgy, és igaz, kissé elbújva a fák és bokrok között, de elértük Abaligetet. Az élményekkel teli nap után mindenki csak pihenésre vágyott. Másnap reggel ismét a 100 kanyaros úton indultunk Pécs felé, hogy eljussunk Mária gyűdre. A Siklóshoz tartozó Mária gyűd ismert búcsújáróhely. A tenkes hegy oldalában messziről látható a jellegzetes kéttornyú római katolikus kegytemplom, mely a gyakori ima meghallgatások és a 17. századi Mária jelenések miatt régóta zarándokhely. A korabeli feljegyzések szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg Fényözönben, az akkor még apró templom ablakában, egy Tamás nevű katolikus gazdának. A templom virágkorában állították a most is látható szobrot az oltár fölé, az eredeti Mária kegyszobor ugyanis a török időkben eltűnt, majd a Rákóczi szabadságharc idején eszékre került azért, hogy a várható harcok nehogy kárt tegyenek benne.
A szatmári béke után a gyűdiek visszakérték, de nem akarták nekik visszaadni, és hiába fordultak a római egyházi törvényszékhez is. Már messziről látható a Siklós fölé magasodó vár, mely az ország egyik legépebben megmaradt várkastélya, ahol 1401-ben 5 hónapig őrizték Zsigmond királyt. Egészen a vár kapujáig fel lehet menni autóval, de mi a Hotel Oroszlán előtt parkoltunk, és onnan gyalogosan tettük meg a rövid utat a felfelé vezető, enyhe emelkedőn. A vár falai oltalmazóan fogják körbe az emeletes palota szárnyakat. A város fölé magasodó erődöt először 1190-ben említették oklevélben, a déli kastély szárny románkori ablakai idézik fel ezt a kort. Az ezt követő építkezésről a zárt erkélyes gótikus szárny és a gazdag gótikus boltozással épült várkápolna Magyarország egyik legszebb ilyen emléke tanúskodik. A reneszánsz idején is történtek átalakítások, de ez a kor már a török támadás miatti erődítések ideje volt. Ekkor készült a mai várba bevezető kerek kapuerőd a Barbakán és a hozzávezető híd. A 18. században épült termekben rendezték be a börtönmúzeumot, betekinthettünk az egykori kínzókamra félelmetes szűk falai közé, és itt látogatható a pécsi kesztyűgyártás történetét bemutató állandó kiállítás is. Mielőtt elhagytuk a várat, még felmásztunk a bástyákra, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. A várból lefelé jövet, rögtön a következő látnivalót vettük célba, méghozzá a török időkből fennmaradt templomot, azaz a dzsámit. Ezt a dzsámit építtetőjéről egy magasrangú török katonatisztről, Malkocs Bejről nevezték el. Feltehetőleg a 16. század vége felé épült, és az évszázadok során többször is átalakították. A helyreállított Malkocs Bej dzsámi 1994-ben Európa Nostra díjat kapott. Utunkat villány felé folytattuk. De még mielőtt beérkeztünk volna a településre, a Siklós és Villány közötti út mellett leltünk rá a Nagyharsányi hegy elhagyott kőbányájában található különleges szoborparkra. A hegybe vájt múzeum létrehozásában a szobrászművészek mellett építészek, táj- és kertépítők is részt vettek. A szoborpark varázsát, hangulatát emeli, hogy a szobrászok helyben készítették el műveiket. A szemünk előtt kialakult lenyűgöző látvány 30 esztendő kemény munkáját dicséri. Villánykövesdre érkezve először az 57 egymáshoz szorosan tapadó védett népi műemlékpincét pillantottuk meg. A domboldalon két, helyenként három utca szinten elhelyezkedő pincesor messziről mutatja, hogy nagy hagyományú szőlővidéken járunk. A helyi szőlősgazdák a távolabbi szőlőbirtokok termését itt, ezekben a jól felszerelt pinceházakban dolgozzák fel. Itt még november elején is tartott a szüret.
Traktorok szállították a leszedett fehér és vörös szőlőket a pincékbe, így aztán lehetőségünk volt megnézni az éppen soron lévő munkafázist. Innen Palkonyára vezetett utunk. A messziről is jól látható piros kupolás temploma ma a hazai körtemplomok egyik legszebbike. Kívülről is gyönyörű, de kíváncsiak voltunk a belsejére is. A legelső ember, akit megszólítottunk, a templom kulcs őrzője volt, így bebocsátást nyertünk. A török hódoltság idején ide települő muszlim vallású katonaság és iparűző lakosság általában a legegyszerűbb megoldást választotta, amikor ima helyet keresett magának. Eltanácsolta templomukból a magyar hívőket, és azon túl ő imádkozott ott, senki más. A templom ma is a törökkori formáját őrzi. Kerek az alaprajza, félgömb alakú kupola borítja, eredeti ablaknyílásai csúcsívekkel záródnak. A barokk főoltár eredetileg a pécsi székesegyházé volt, onnan került át Palkonyára. A klasszicista templomtorony a Battyányi család által finanszírozott, második átépítéskor 1816-ban került a templom mellé, majd a templomot Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. Ezzel elfogyott a második napra tervezett programunk, és nem volt más hátra, mint újra nekivágni a Pécsről a Baligetre vezető 100 kanyaros útnak. Harmadik napi programunk előre leszervezett volt, hiszen a drávai hajókázásra be kellett jelentkezni. Hajónk, a Szirén, 11 órakor indult a Dráva-Szabolcsi határátkelőhely szomszédságából. A vállalkozásban működtetett hajójárat igény szerint szállít kirándulókat. Nekünk szerencsénk volt, mert csatlakozhattunk egy nagyobb budapesti társasághoz. És most szeretném átadni a szót a hajó kapitányának. Mondja el ő, mit kell tudni erről az érintetlen természeti környezetről. Úgy fogunk majd haladni ezzel a kis hajóval, ha átszálltak, hogy megfordulunk és követni fogjuk a folyót, mint egy 8 kilométeren keresztül. Lehajózunk a magyar-horvát határig, addig a pontig, ahol már elhagyja teljes egészében Magyarországot a folyó, és csak horvát területen folytatja tovább az útját egészen a Dunáig. A Dunába ömlik a folyó horvát területen egy almás nevű kis falunál, tehát a menetirány szerinti jobb oldal az utunk első szakaszában az Horvátország, ahogy a Duna fele hajózunk, de két szakaszon is haladunk majd olyan részen, ahol mindkét partja a folyónak magyar, ezzel egyúttal válaszoltam arra is, valaki kérdezte, hogy a folyónak a fősodor vonala a határ, hát nem, többször átlépi a képzeletbeli országhatárt a folyó, és hát vannak olyan területek is, ahol mindkét partja a horvát, van olyan is, ahol mindkét partja a magyar. Ezen a szakaszon kétszer lesz olyan szakasz, ahol mindkét partja a folyónak magyar. Ezek egyikén látjuk majd az utunk egyik legérdekesebb részét, a 73-as folyamkilométernél, egyébként a kikötő a 78-as, és a Duna fele, ahogy hajózunk, ugye a Duna a nulla, a parton ki vannak rakva fekete alapon fehér számokkal a folyamkilométerek, a 73-as körül látjuk a Káró katona kolóniát, ez a kormorán más néven, hogyha valaki így ismeri. Egy több százas madárkolónia él a Drávának ezen a szakaszán, itt is költenek, aztán innét járnak el halfogó körútra, többek között a horvát halastavakba is, amik a másik oldalon vannak, olyan örülnek neki a horvátok, mert a horgászok nem nagyon szeretik. De a madár védett a költőhelyén, egyébként ha elmegy, akkor meg nem. Ebből talán valaki még emlékszik, és rá volt egy komoly határvita is a magyarok és a horvátok között, mert egy alkalommal átjöttek, jobban mondva bejöttek a horvát oldalon arra részre, a károkatonák fészkenek, és hát lelövöldözték őket. Azóta is riasztják a tavaknál, de nekünk viszont egy fix látványosság. Különösen most már így az őszi időszakban egyre kevesebb madár van, de a károkatonák költöző madár lévén itt vannak, mert nem szokott a folyó befagyni, meg hát találnak azért megfelelő eleséget. Ezen kívül néhány récéfélét, elsőbb a tőkés récéket lehet a vízen látni. Néha találkozunk még gémekkel is, de hát ritkábban szürke és a vörös gémhonos ezen a részen. Kócsaknak két változata, a kicsi és a nagy kócsak, és ér egy rétisas család is itt a károkatona kolónia közelébe. Hát ennyit talán a madarakról. Visszatérve a folyóhoz, 96 április óta nemzeti park, a Dunadráva nemzeti park része a folyónak a magyar oldala.
és hát a Nemzeti Park vállalkozott arra, hogy itt megfelelő védelmet nyújt az élővilág számára a vízben meg az ártérben egyaránt. Ez nagyon sokáig elzárt rész volt, bizonyára idősebbek emlékeznek a határsávos időszakra, ide nem lehetett lejönni csak külön engedéllyel, már 15 kilométernyire itt megállították az embert és igazoltatták, tartózkodásnak a jogosultságát igazolni kellett. Tehát ez most már ma nem így van, de valószínű, hogy közel játszott abba, hogy az ember volt innét kizárva, hogy nemzeti park lett belőle. Ne keressenek semmiféle létesítményt, épületet a parton, semmi ilyen nincs. Legfeljebb a horgástégeket lehet csak valami létesítménynek nevezni, különben csupa fa, csupa bokor, elsősorban a füzeknek, nyáraknak, égereknek különböző változatok, úgynevezett ilyen galéria erdőszerűen fogja közel a folyót, tehát ezt szegélyezi. És hát ez az egyik igazi látványossága maga a folyónak, az érintetlensége. A Drávát még ma is úgy tartják nyilván, mint Európa egyik legérintetlenebb folyóját. Ezt majd tapasztalni fogják önök az út során, bizonyára meg lesznek győződve róla, hogy ez így is van. Amit talán még el kell mondani, hogy halba gazdag folyóról van szó, mint egy 50 féle hal a Drávába. A ragadozó halaktól a pontykeszek féléken át, hát sok mindent meg lehet. Talán nem tudom, ha valaki itt volt korábban, már látta, hogy itt feltett a horgászok egy meglehetősen nagy halat. Nem? Valaki látta, nem? De fogtak már itt 50-60 kilós harcsát is, az a legnagyobb testű ragadozó hal. Hát majd biztos látnak jó néhány horgászt, aki megkísérni, megfogni itt az igazi nagy halat. Egyébként a folyó mostan közepes vízállású, 4 méter körüli átlag medermélység van ilyenkor. Ennél sokkal sekélyebb és sokkal mélyebb részei is vannak, elég egyenletlen a meder. A szélessége ezen a szakaszon olyan 150-től 300 méterig mérhető, nem vagyunk már az alsó szakaszában, mert a folyó a forrásvidéktől a torkolatig mintegy olyan 700 kilométernyi utat tesz meg, és Olaszországba ered az Alpokba a folyó, onnét teszi meg az útját egészen a Dunáig, ennek a területnek a Murával együtt a fő vízgyűjtő folyója. Magyar szakasz olyan 170 kilométeresre tehető, ez többnyire határfolyóként, Magyarország-Horvátország határfolyóként hát, futja be, de hát vannak olyan szakaszok, ahol teljesen ugye magyar mintét volt, ahogy említettem is. Ez még trianoni határkijelölés a két ország között tulajdonképpen, folyamszabályozási munkálatok történtek elég sok, de határkorrekció meg nem is, azért ugye alakultak ki ezek a helyzetek, mert eredetileg a folyó fősodorvonala volt a határ, hát azóta jó pár ilyen kurkot levágtak a Drávából a szabályozás kapcsán. Hajózás szempontjából nincs a folyó igazán kihasználva, horvátok használják néha áruszállításra, és magyar részre áruszállítás szinte egyáltalán nincs. A horvátok a felsőbb szakaszokról kavicsot, homokot, fát, ilyesmit szállítanak le. Itt ezen a részen inkább csak homokot bányásznak, azt is inkább a folyón kívül, de Bacs környéki részeken már kavicsot is, és hát a horvátok néha fát is termelnek ki, azt is leviszik. Pedig hát vannak hajózás történeti hagyományai a folyónak, hogy hát meglehetősen tiszta vízű folyó, nem sok település épült rá a magyar oldalon, egyetlen komolyabb van, ami közvetlenül a Barcs. És a barcsi kikötőben a 910-es években vagy 60 muszáj álmásodott, hogy már kereskedelmi forgalmat is hát bonyolított le a tengerekig. Vagy olyan hajózás történeti érdekessége is van a folyónak, hogy az első magyarországi gőzhajót itt tették vízre a Dráván, és itt is építették az ormánságba sején egy Karolina névre hallgató kis gőzös volt. A hajókázás pihentető másfél órája után Szigetvár felé vettük az irányt. A 4 nap legnagyobb csalódása itt ért bennünket. Már a várba is nehezen jutottunk be, annak ellenére, hogy elvileg egész évben nyitva tart, a kapu zárva volt, egy telefonszámon érdeklődtünk, és így jutottunk be Zrínyi Miklós várába, tudják, ahonnan kirohant. A második csalódás maga a vár volt, melynek csak a falai állnak, a hátsó része felújítás alatt van, így csak részben látogatható. A várat ma közel 8 méter magas téglafal övezi, sarkain szabálytalan alaprajzú üres bástyákkal, a déli oldalon új barokk kapuval, ahonnan a hosszú boltozatos kapualjon keresztül vezet az út a várba. A déli oldal kikötő gátján kis barokk torony látható, nyitott árkádokkal, sátortetővel. A vár központi épülete a Szulejmán dzsámi és az Andrássy lak. A dzsámit a győztes szultán tiszteletére emelték, majd ehhez épült hozzá a 19. században a nyári lakként használt kastély. Ma a Zrínyi Miklós Múzeum vártörténeti kiállítása látható itt.
A negyedik napon már hazafelé készülöttünk, de nem hagyhattuk ki, hogy körbenézzünk szálláshelyünkön, a Baligeten. A községtől délnyugatra két mesterséges tó csábítja a turistákat, melyeket a barlangból kifolyó patak vizének elgátolásával alakítottak ki 1959-ben. A kisebb tóban nyáron csónakázni, vízibiciklizni lehet, a nagyobbik a horgászok kedvelt helye. A tó szomszédságában nyílik az Abaligeti cseppkőbarlang, amelynek 500 méter hosszú járata kiépített, utcai ruhában vezetővel járható. A barlangban egykor az őskor embere is megtelepedett. A néponda szerint egyszer a falu népe a törökök elől a barlangba menekült. A törökök megpróbálták az elbújtakat kifüstölni, azok azonban egy rejtett kijáraton megmenekültek, hátba támadták a mit sem sejtő törököket, és fényes győzelmet arattak. De a többit már mondja el a sok-sok humorral megáldott vezetőnk, akivel kellemes egy órát töltöttünk a föld alatt. Haladni a kiépített szakaszon, ez 517 méter hosszú, nagyjából 50 percet fogunk sétálni, 50-51 percet, 12 fokos hőmérsékletben. 11-12 fok van állandóan bent a barlangban, ez pedig nagyon alkalmas volt 300 évvel ezelőtt már például a helyi plébánosnak, hogy borospincének használja az előüreget, az első 25 métert, és ezért is nevezték el annak idején Paplika barlangnak, úgyhogy mi most a paplikába fogunk bebújni. 1768-ban Mattehem József észrevette, hogy valami nem stimmel a patakkal, és ezért a barátaival és a fiával együtt túljutott az előregen, összesen 466 métert sikerült felfedezni a barlangból, ők voltak az első felfedezők. Mivel különösen védett természetvédelmi területre lépünk be, ezért van néhány rendszabály, amit be kell tartanunk. Közvetlenül a barlang mellett található a Denevér Múzeum, ahol közelebbről is megismerkedhettünk a repülő emlősökkel. A múzeum preparált állatok, fotók, ismertetők, filmek és különböző számítógépes animációk révén Magyarország valamennyi, összesen 24 denevér fajtáját bemutatja. A mecsek, erdőben gazdag dombhátai és hegyoldalai, rétekkel borított lankái az év minden szakában kirándulásra csalogatnak. A napsütötte lejtők ezüst hársai, a domboldalra felkapaszkodó tölgyesek, a fák köz csordogáló patakok, a friss levegő, az aláhulló levelek és a talpunk alatt susogó avar felejthetetlen élménnyel gazdagított bennünket az itt töltött 4 nap alatt. Nem akármilyen élmény úton lenni. Az úton lévő embernek célja van. Él benne némi aggodalom, vajon nem vétette el az irányt? Tisztában van vele, hogy csak fáradtsággal és áldozattal lehet előbbre jutni. Megtapasztalja, hogy rászorul másokra, és mindig akad valaki, akin ő maga segíthet. Útközben megismer másokat, és jobban megismeri önmagát.